Borsodaboly Zemplén megyében a 37-es főúton november elején hozzálátott a kivitelező a nagy felületű burkolatjavításokhoz. A kivitelezői szerződések aláírása után október végén adták el a munkaterületet a nyomvájuk és felületi egyenletlenségek megszüntetését célzó programban. Az országosan 33 milliárd forintos keretösszegű beavatkozások első ütemében minden megyében még az idén megjelennek a munkagépek, tájékoztatott a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A 37-es főút garanciális javítási munkálatait a Kolasz út ZRT az október 14 i héten nem tudta elvégezni, mivel akkor csapadékos idő volt, azonban október 21-től kezdődően Bodrog keresztúr felől már elkezdődtek a munkálatok a 37-es főút egyes szakaszainak felújításához a Kolasz út Zrt és a Hedo Kft. november 4-én látott hozzá. A kivitelezést addig végzik majd, amíg az időjárási körülmények lehetővé teszik. A legkésőbbi befejezés határideje 2014 tavasza. A Magyar Közút Nonprofit ZRT felelős azért, hogy az elvégzett felújítás minősége kifogástalan legyen, műszaki tartalma pedig megfeleljen az előírásoknak. Ezzel kívánják biztosítani a garanciát arra, hogy a programokban érintett utak hosszú évekig megfelelő minőségben álljanak majd a közlekedők rendelkezésére.